Általános iskolás korunkat, sőt, óvodából ismerik egymást. Oh, András nagy csoportos volt, amikor én kis csoportos, és eszméletlen magasra tudta rúgni a labdát, és én nagyon irigykedtem rá, hogy ez hogy lehet. Aztán elment iskolába, én még tovább tanultam az óvodába. 97-ben újult meg a barátság, és hát akkor lettünk igazából barátok. Azóta is nagyon sokat dolgozunk együtt, énekeltünk együtt rengeteget. Mikor én itt 2012-ben elkezdtem a zeneigazgatói munkát, akkor aztán az első közös opera produkciónkra meghívtuk Andrást, és akkor szépen lassan ő is eljött innen dolgozni. Így volt. És azóta itt vagy. És azóta is ez van. Korrepetitor munkája a színházban az egy nagyon szertágazó zenei mindenes feladatkör. Zenekari anyagot is játszani kell a zenekarba beülve, figyelni kell a karmesterre, be kell tanítani a szereplőknek és vagy opera énekeseknek a szerepeket. Kórus próbára be kell menni segíteni a kórusnak, együttes próbákat kell tartani. Az együttes próba azt jelenti, hogy nem mindig egyszerre egy ember énekel egy operába, de még egy musicalben sem feltétlenül, és amikor többen énekelnek egyszerre, azt nem lehet úgy megtanulni, hogy valaki csak a saját szólamát énekli, hanem ki kell próbálni, hogy akkor ez sikerül-e egyszerre megoldani. Még mielőtt a karmesterén is ordibál mindenkivel. Miért nincs egyszerre? Táncpróbákon lehet még nagyon sok időt eltölteni korrepetitorként. Ott a legapróbb részletekben, ugye lépésről lépésre kell betanulni a darabot, és hát ők, nekik is szükségük van arra, hogy valaki zenéljen. Na most a korrepetitor, az tulajdonképpen egy zongorista. Zongorán játszik. Minden irányban egy ilyen Jolly Joker munkaerő. Olyan szempontból, hogy mindenkivel dolgozott, tehát mindenkivel kapcsolatban vagy. Én is szerepelhetek zongoristaként a színpadon, és hát azt is meg kellett tanulni, hogy teljesen másról szól, mint a zongorista képzésen folyó zongorázás. Tehát nem arról van szó, hogy fél évig tanulsz egy Beethoven szonátát és kimész a tapsoló közönség elé, hanem gyakorlatilag mindenkire figyelsz, csak arra nem, hogy te mit csinálsz. Mert az a lényeg, hogy a zene állandóan szóljon. Tehát első szabály a korrepetitornak rendelkező, próbán, ha megállsz, megölnek. De ha szólnak, hogy állj meg, és nem állsz meg, megölnek. Tehát a korrepetitor igen hamar megtanulja, hogy mindenkire figyel. Figyel a színészre, figyel a táncosra, mert balesetveszélyes dolgok is lehetnek. Pusztán abból, hogy egy rosszabb tempót vesz az ember. Úgy izgultam először, Szegeden Csárdás királynőbe volt, hogy szaltózott a Rácz Rita, és mondom, én nem merek, remegett a kezem, mondom, nem merek játszani, hát hogyha nem úgy játszok, akkor fejére esik, tehát hogy... És itt mi volt az első darabod a színházban? A Nabukkot csináltuk a Keselyek Gergővel. Az volt az első, de rögtön utána már a Lilibáról őt csináltuk, Szőcs Artúr rendező úrral, és hát azóta minden opera, musical és operett átment rajtam. Artúr nagyon sok darabban használt engem már. Tehát, hogy gyakorlatilag minden darab, amit ő csinál, még ha nem is operett, vagy tehát nem is zenés, hanem akkor is sokszor kért, hogy dolgozzak fel, és először a Födó hülyébe kellett játszani, hogy én leszek Födó, és semmi más dolgot nem lesz, András, eljátszott. De mondom, Artúr, én ha a zongorát elhagyom, én ott szívrohamot kapok, meglátom a nézőt, és nekem vége van. Nem lesz semmi baj, nem lesz semmi. A főpróba hét előtt két nappal mondta, hogy akkor a darab úgy indulna, hogy kimész, fogjad a függönyt, ilyen reszkető kézzel fogta, menjél ki, semmi más dolgod nincs egyébként, kiállsz, rád megy nagy totálba a fejgép, és csak annyit kell csinálni, cilinderbe, bajuszba el vagy maszkírozva, hogy elkezdesz így röhögni, hogy ha-ha-ha, és ezt addig csinálod, amíg a közönség vissza nem röhög. Hát valami a kedves kollégáim, név nélkül a Harsányi, a Cakó meg a Rózsa, akik azzal szórakoztak az összes előadáson, hogy beálltak ott és fogadásokat kötöttek, hogy vissza fog-e nevetni a közönség, vagy nem. Mert akkor nincs sör a végén. Aztán ilyen jellegű színpadi megjelenés, amire az ember rábólint, aztán nem tudja, hogy mibe keveredett, ez volt a kaukázusi krétakör. Azt mind a ketten nagyon átéltük. Tangó harmonikázni kellett. Kérdezte az Artúr, hogy András, tudsz tangó harmonikázni, és éppen elkezdtem a válaszolni, hogy talán mikor mondta, hogy tudsz.
és akkor kiderült, hogy tudok tangóharmonikázni. Nagyon sokáig úgy rendezte az Artúr, hogy majd itt pihenünk, ott kimegyünk hátra, játékszínben leülünk, pihenünk, és hát emlékszel, egyszer rájöttünk olyan 3 hét után, hogy nem jutunk ki ebből a játékszínből a színpadon soha többet. Ez az az emlékezetes, egyébként nagyon jó gumiabroncsos előadáson. Hangosan hanyatfekve rögtünk, mint a rajzfilmben. Igen, és nem értette. És oda is jött Artúr, hogy mi van, valami baj, mondtuk, hogy nincs. Csinál. Már régesség a producereket kérek, korrepetálom a Rózsa Krisztiánnal. Nem tudom, hogy hol van a Krisztián, miért késik, fogalmam nincsen. Szia, Krisztián! Krisz, gyere! Szervusz! Üdvözlöm! Rózsa Krisztián, szia! Nekem ez nagyon nehéz, rengeteg melót kell beleülni. Mm. Nekünk is, meg szegedi barátomnak is. A producerek a musicaleknek a Rolls-Royce-a, tehát az operák Carmen-je, vagy hogy mondjam. Nagyon nehéz ezt úgy, hogy a színész közben tényleg önmagát adja, a szerepét hitelesen teljesítse, de közben pontosan rajta van a zenének a dróthálóján. Tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy az a különbség a prózai előadásban részvevő prózai szerepet játszó színész és a zenés színész között, hogy a prózai mondjuk ül egy buszba, és hogyha van valami forgalmi dugó éppen, akkor egyszer félrerántja a kormányt, és bemegy egy mellékutcába, de a zenés darabban villamost vezetsz, tehát ott a sínen kell maradni. És ott nem tudsz mit csinálni, tehát hogyha baj van, akkor nem tudod kisiklatni a villamost, akkor abba bele kell menni, akkor az... Ha mellette vagy, akkor végig mellette leszel, akár tempóban, akár intonációban, ami azt jelenti, hogy hamisan. Nekem nagy meglepetés volt az, amikor volt 2 nap, amikor csak a zenével foglalkoztunk, reggeltől estig, itt volt az Ádám is, meg a Rákai is. Olyan dolgokat mondtak el a zenéről, meg főleg erről a musicalről, hogy tényleg zenébe mennyire kell figyelni, hogy énekeld, mit gondolj a szövegről, halld a zenét, menj ellene, szóval nekem ott kinyílt egy teljesen más világ. Egyébként ebben a fázisban, amikor már a főpróbáitól vagyok és a zenekarral bennek a dolgok az ülőpróba környékén, ilyenkor a korrepetitor leginkább átmegy pszichológusba és igazából nyugtat. Meg azt mondja, hidd el, hogy nem véletlenül csináltuk 3 hétig, az ott van, ha megnyugszol, az jó lesz. Csak nyugodj meg, ha te jól érzed magadban, akkor jó lesz. De mindig jó lesz. Úgyhogy izgalmas ez a musical, azt kell mondjam, lassan próbálnék.